Aki 10 percet késett az MB3 középcsoportjának megyei kiesési rangadójáról, az mondhatni a lényegről lemaradt, gólt nem láthatott már, mert mindkét találatot még nagyon a mérkőzés elején szerezték a csapatok. Hideg zuhanyként indult a sárgamezes szekszádi UFC számára a mérkőzés. Két oldalváltásos paksi támadás után a jobb összekötő helyén kiúró Adamcsekről egy kicsivel lemaradtak a szekszádi belső védők, s a csata remek szűk labdaátvétel után, egy pattanás után kilőtte a bal alsó sarkot, Rékai már késve vetődött 1-0 a PSE 2 javára. Pár perccel ezután Márton Erik baloldali nagy bedobása bizony zavart okozott a paksi 16-oson belül, nem tudtak felszabadítani a védők, ide-oda pattogott a labda, a szekszádi csatár fejes azonnal rácsapott kapura lőtt, a labdába a menteni akaró, az NB1-ből visszajátszó Víg András olyan szerencsétlenül ért hozzá, hogy róla a hálóba vágódott a játékszer 1-1. Mivel magyar szinten, különösen az NB3-ban gyorsiramú volt a meccs, a paks agresszíven futballozott, a szekszárd is a biztonságos védekezés mellett gyakran veszélyesen kontrázott, így nagyon is benne volt a levegőben az újabb gól, mi több gólok. Mint utólag kiderült, a valóságban már egyszer sem zörrent meg a háló, egyik oldalon sem. Az összkép alapján taktikailag a szekszárdiak uralták inkább a meccset. A Paks 2 viszont majdnem reménytelen helyzetbe került. Akkor sem harcolhatja ki a bentmaradást, ha a hátralevő mindkét meccsét megnyeri, mert abszolút másoktól függ a sorsa. A szekszárd sem érezheti magát abszolút páholyban, de az elmúlt 3 fordulóban szerzett 5 ponttal sokat tett az MB3-as tagsága meghosszabbításáért. Tudtuk, hogy milyen mérkőzésre számíthatunk, tehát biztosak voltunk benne, hogy a szekszárd az nem fog kijönni, nekik jó az X. Ennek szellemében ugye várható volt, hogy egy mezőnyjáték fog folyni, aztán egy átlövés, vagy egy-egy lehetőségbe, vagy lesz rá sansz, akkor gólt szerzünk, ami sikerült is az elején. Megint egy olyan gólt kaptunk, ami Mapecsóba illik. Tehát eleve senkitől nem zavartatva a 16-oson belül nem tudunk felszabadítani, hanem 3 méterre agyarúgjuk az ellenfél játékosát. Vienes Pál azt kapta vissza a csapatától, amit várt. Védekezésből, labdaszerzésből tudtunk olyan helyzeteket kialakítani, amiből akár a mérkőzést is megnyerhettük volna, de úgy gondolom, hogy a mezői munkát tekintve mind a két csapat dicsérhető, úgy gondolom, hogy a lelátón nem unatkoztak az emberek. A meccs embere Aréna Ármin az UFC játékosa volt, a védőből lett támadó középpályás, rengeteget futott, sok labdát szerzett, és még kapura is veszélyes volt. Újra visszakerültem a középpályára. Hát igazából meg kell szűrni az első 4-es vonal mögött a dolgokat. Hál' Isten, most tudtam följebb is lépni a támadásokba. Hát sajnálom a lehetőségemet, mert hogyha gólra váltam, akkor ma már ünnepeltünk volna a bennmaradás, de így se lesz gond, jövő héten megünnepeljük. Ez persze a következő fordulóban le kell győzni oda-haza a szekszárdnak a Kecskemétet, ami az erőviszonyok alapján nem megoldhatatlan feladat.